Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. 25 évvel ezelőtt indult útjára a Magyar Pünkösdi Egyház országos cigány missziója. Ennek kapcsán nagyívű rendezvény zajlott szerdán a szervezet Békési központjában. Mindenről Surman László missziós igazgatóval beszélgetek, tegezőleg régi ismeretségünkre való tekintettel. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Szervusz, én is köszönöm, hogy itt lehetek. Nos, hát egyrészt a cigány misszió indulása kapcsán zajlott egy konferencia tulajdonképpen, de volt egy másik fontos apropója. A rendezvény címét hadd olvassam fel: Hit, remény, szeretet, motiváció, fejlődés, közösség. És a 25 éves jubileuma a cigány missziónak volt ugye az egyik apropó, a másik pedig, hogy az első roma világkongresszust 50 évvel ezelőtt rendezték meg. Egészen pontosan a rendezvénynek címe mit is takar? Lényegében ugye a Korintus beliekhez írott levél első levélnek a 13. fejezetéből van ez a ige kiemelve, és lényegében az egész cím ez arról akar szólni, hogy szükség van ahhoz, hogy egy növekedés, fejlődés legyen akár a társadalmat, társadalom egészét tekintve, illetve az egyházi munkát, a missziót tekintve. Az nem megy csak akkor, hogyha van hitünk hozzá, amiből jön a remény, és a remény teljes velejárója a szeretet. És erre ennek a társadalomnak, Magyarországnak, de talán, hogyha nagyobb társadalomban gondolkodom, Európának szüksége van a hitre, a reményre és a szeretetre. És hát ugye a másik három kulcs szó volt a motiváció, fejlődés, közösség, és hát több előadást hallgathattak meg azok, akik részt vettek ezen a rendezvényen. Egészen pontosan kik voltak az előadók, és milyen témákat hallgathattunk meg? Maga az előadás úgy indult, hogy Durko Albert, a missziónak a vezetője, alapítója köszöntésével indultunk. Majd ezt követően szót kapott Langer Né Viktor Katalin, aki államtitkár helyettesként volt jelen a rendezvényen, illetve Sztojka Attila úr, aki jelenleg kormány megbízottként volt itt ezen a rendezvényen is. Fantasztikus, ha szabad így mondani, beszédet tartottak, erőteljes és üzenettel teljes üzenetértéke volt minden egyes beszédüknek, majd ezt követően jöttek a szakmai beszédek. A szakmai beszédek úgy következtek, hogy én missziós igazgatóként beszélhettem a gyülekezetekről, majd ezt követően Péter Pál, a Csongrádi Egyesületnek az elnöke tartott egy előadást a szeretetszolgálatról, a szeretetpontoknak a működéséről, illetve őt követte a Rézműves Miklós, aki a Nyírségi Egyesületnek az elnöke, ő pedig ifjúsági munkával kapcsolatosan tartott előadást. Meg kell még említeni kormánybiztos urat is, aki ott volt, kormány megbízott úr, Takács Árpád is, aki szintén egy parádés köszöntő beszédet tartott. Amivel készült, írott szöveggel, az félre is tette, és egy nagyon inspiráló szöveget mondott. Ja, és fontos rátérnünk, illetve hát kiemelten megemlítenünk azt, hogy egyrészt az első roma világkongresszus, ami 1970-es években rendezték meg először, és ez tulajdonképpen az egy nagyon fontos lépés volt. Egyrészt a roma kultúra, a roma kulturális örökség nemzetközi elismerésében, másrészt az integráció tekintetében, és tulajdonképpen, hogyha így nézzük történetileg, akkor ennek mint egy örököse volt a 25 évvel ezelőtt Békésről útnak indított cigány missziója a Pünkösdi Egyháznak, ami azóta már egy országos szintű hálózattá nőtte ki magát, különböző intézmények tartoznak hozzá, és ezzel kapcsolatban kérdezném azt tőled, hogy te is előadást tartottál, és itt mindenképpen ki kell emelni a gyülekezeti kapcsolódást, hiszen ez egy fontos pontja a cigány missziónak, a misszió szó is tulajdonképpen erre utal. Mi volt a te előadásodnak a központi gondolata? Én lényegében arról beszéltem, hogy nagyon sok ember van, aki megszületik egy bizonyos társadalmi rétegbe. Most cigány misszióról beszélve, én Békésen, a békési cigánytelepen születtem, úgynevezett Párizsba, és arról beszéltem, hogy ott is az utolsó utcában és az utolsó házba laktunk, és a mi életünk az úgy tűnt, hogy determinálva van arra, hogy nem igazán lesz olyan jövő, vagy nem is volt olyan jövőképem,
amiben én azt gondolhattam, hogy bármit is el tudok érni. És ezt az változtatta meg, hogy valamikor a 60-as évek kezdetén volt egy horvát néni, aki megtért, majd ezt követően a helyi pünkösdi közösség kijárt oda a cigány telepre missziózni, és azért fontos, itt ha szabad megemlítenem neveket, akikre én rendkívül büszke vagyok és hálával tartozok nekik, a Dénagy Gabi bácsi, a Durkó Sanyi bácsi, és lehetne más neveket is felsorolni, de azt hiszem ők ketten voltak ennek az egésznek az alapja, akik elindultak, majd ezt követően a Durkó Márti, a Durkó Albert, aki később a misszió vezetője lett, és az ő szolgálatú kapcsán az én édesanyám megtért, az ő élete megváltozott, és ő szerette volna azt, hogy ahogy ő Istenben elhitte, hogy lehet más az életünk, hogy az ő gyerekei élete is majd így változzon meg. És lényegében én erről beszéltem, hogy lehet, hogy egy olyan közegbe születünk, ahol nincs víz, ahol nincs járható út, ahol nincs áram, szegénység van, nyomor van, de hogyha hisszünk Istenbe, hisszük azt, hogy Istennek jó terve van a mi életünkre nézve, akkor bárhova eljuthatunk. És ugye így a konferencia címében benne van ez is, hogy hisszük és reméljük azt, hogy van megoldás, van lehetőség a gyakorlatban is, nem csak egy ideológia, nem csak egy álom, hanem valóság az, hogy a cigányság ki tud ebből az állapotából jönni. És a missziónak minden egyes tevékenysége ezt építi és ezt erősíti. Ugye a misszió szó magában küldetést jelent, és az előbb megfogalmaztál egy fontos dolgot, azt mondtad, hogy ez nem pusztán ideológia. És azért ez fontos kérdéseket vet fel, elsősorban azt, hogy ma, amikor az integráció egyre inkább egy központi fogalommá válik, és egyre többen használják ezt a szót, nem feltétlenül van mindenki egyenlő módon birtokában annak, hogy mit is jelent ez, és hogyan is kell alkalmazni. A cigány misszió integrációs tevékenységének mi a kulcsa? Azt gondolom, hogy a kettőt nem is tudjuk külön választani, hiszen maga a misszió már eleve egy olyan életváltozást céloz meg, ahogy az előbb is említettem, hogy Isten jó tervet készített minden ember számára. És ebben a jó tervben benne van az, hogy a régi életet, a régi életmódot, a régi gondolkodást, ami lényegében egy Isten nélkül való gondolkodás, hogy az elmúljon, megváltozzon, és legyen egy olyan új gondolkodásmódja az emberbe, az embernek, amiben már látja azt a fajta változásnak a lehetőségét, hogy lehet az embernek az élete egy felemelkedettebb, egy elrugaszkodottabb attól a szomorú, nagyon sokszor szomorú, szegény és nyomorúságos élettől. Tehát lényegében itt az integrációs folyamat, ahogyan a misszióban megvalósul, azt gondolom, hogy elsősorban azért én szoktam mondani, hogy erősebb az egyházaknak az integrációs munkája, folyamata, mert elsősorban az embernek a lelkével foglalkozunk. Tehát a gondolkodásmódnak a változtatása az, ami a későbbiekben a cselekedetet és a jövőképet fogja befolyásolni, és ebben a tekintetben ettől tud erős lenni a missziónak a szerepe ebben a társadalmi rétegben. És hogyha már jövőbe tekintés és jövőre való kitekintés és tervezés egy fajültetéssel ért tulajdonképpen véget békésen, ez az egész rendezvény sorozat, ez a konferencia, és ennek kapcsán fontos beszélni, hogy ez egy olyan intézményben történt, ami hát az Országos Cigánymisszióhoz szorosan kapcsolódik. Békésen egyébként, és itt a megyében milyen intézményekkel találkozhat az, aki a cigánymisszió munkáját és annak gyümölcseit keresi? Ezt most így nehéz lenne felsorolni. A napokban számoltuk, hogy kb. 27 szervezet tartozik a cigánymissziónak a égisze alá. A fajültetés az a Reményhír általános iskolában történt, tehát hogyha azt nézzük, az oktatás nevelés területén jelen vagyunk, a szociális szolgáltatás területén, a házi segítségnyújtás területén, a szociális étkeztetés területén jelen vagyunk. Számokat most így hirtelen nem is tudok mondani, nagyon nagy számról van szó. Ugyanúgy a gyülekezeteknek a plantálása ezen a vonalon, a misszió vonalán mozog. Jelen pillanatban a gyülekezetek számát azt tudom nagyon pontosan mondani, jelenleg 137 gyülekezetünk van, és a 137 gyülekezet 88 településen 7400 embert jelent most így ebben a formában.
Tehát a telephely az 16 helyen van, a segítőszolgálatnak a telephelye. Összesen itt legalább 150-160 településről beszélhetünk, ahol a cigánymisszió valamilyen szolgáltatás formájában jelen van. Fontos még megemlíteni, hogy az óvoda, a Békésen van kettő óvoda, az Epreskerti óvoda és a Hunyadi téri óvoda, ami a misszió fenntartásában van. Itt meg is köszönöm a városi önkormányzatnak, képviselőtestületnek, Békésen a polgármester úrnak ezt a fajta együttműködést, mert nélkülük ezt nehéz lenne működtetni. Nagyon sok segítséget kapunk tőlük, támogatást ilyen formában. Nem pénzben ugyan, de szakmailag teljes mértékben mellettünk vannak. Említettél egy fontos gondolatot, egy fontos szót, ez a plántálás volt, ami tulajdonképpen a missziós munkának azt hiszem, hogy az egyik alapját jelenti. De azok számára, akik nem feltétlen a mezőgazdasággal kapcsolatban érdeklődnek, ezután a fogalom iránt hogyan lehetne mindezt egyszerűen kifejteni? Itt lényegében maga a plántálás talán a szakmailag az egyik fő területem. Ez arról szól, hogy szeretnénk minél több településen, minél több házi csoportot létrehozni, új gyülekezeteket létrehozni, ezt nevezzük mi plántálásnak, és ugye maga a plántálásnak a módszere, hogyha gyeper palántát veszünk figyelembe, hogy mégiscsak a mezőgazdasági példa megmaradjon, akkor azt látjuk, hogy az eper palántának több indája is nő, és ezek az indák, ezek a földön fekve meggyökereznek, gyökeret eresztenek, majd önálló palánta nő belőlük. És hogyha ezeket szétválasztjuk és szétültetjük, akkor mindegyik képes arra, hogy gyümölcsöt teremjen. Hát ez lenne a célunk, hogy minél több településen, minél több csoport, gyülekezet jöjjön létre, akik majd új csoportokat fognak létrehozni. Talán ez még a stratégia és a cigány missziónak. Ez a munka pedig 25 évvel ezelőtt indult el. Surma Lászlónak köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, hogy itt lettem. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!